Leveleken népszerűsítette az ökölhívást Erdei Zsolt. Az amatőrként és profiként egyaránt világbajnoki címet szerző madár 2000-ben középsúlyban Sydneyben az olimpiai dobogó harmadik fokára állhatott fel. A kétszeres Európa-bajnoki aranyérmes talajról is kérdeztük, hogyan látja a sportág a jövőjét az ötkarikás játékokon. Pillanatnyilag ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Ökölhívó Szövetség egymással hadilábon van, hiszen ismételten elvette a Nemzetközi Olimpiai Szövetség elvette a rendezési jogát az olimpiának az Ökölhívó Szövetségtől, úgyhogy vannak, valószínűleg ennek vannak anyagi okai is, financiális, valamint politikai okai. Tehát, hogy amíg ezeket nem rendezik, én most azért nem akarok ebbe belemenni, mert vannak feltételezéseim, de a feltételezések ugye nem feltétlenül fedik a valóságot, úgyhogy ezért nem is megyek ebbe bele ezeknek a taglalásába. Viszont azt látom, hogy egyelőre rossz irányba halad ez az egész, mind a nemzetközi ökölhívás, mind pedig a hazai ökölhívás. Az embernek tudnia kell, hogy melyik oldalra álljon az adott pillanatban, úgyhogy most nem, és az a baj, hogy nem mindig tudja az ember, hogy melyik a jó oldal, hogy későbbiekben mi vezet majd eredményre. A párizsi olimpián mindenképpen ott akar lenni az NVSC Big Boxing 63,5 kilós versenyzője Kovács Rihárd is. Ehhez a júniusi krakkói Európa játékokon és a jövő évi két világkvalifikációs tornán is a legjobb négy között kell végeznie Nagy Lajos tanítványának. Ricsi az egyik legrutinosabb versenyző Magyarországon, azt gondolom. Ő azért meghatározó alakja már, azt hiszem 5 magyar bajnokságot, felnőtt magyar bajnokságot is nyert. Volt nemzetközi sikere is, ugye Európa bajnokságon volt bronzérmes, és egy rutinos fiúról van szó, akinek azért van lehetősége, azt gondolom, illetve hát lehetősége mindenkinek van, csak ő szerintem meg is tudhatja ragadni ezt a lehetőséget, és reményeink szerint kijutnak majd az olimpiára többen is. De ha nagyon reális akarok maradni, és nagyon tiszta fejjel akarom nézni, akkor hihetetlen nagy szerencsének kell ahhoz történnie, hogy akár csak egy öklözőnk is ott tudjon lenni a következő olimpián. Kovács Rihárd edzője Nagy Lajos társaságában pénteken elutazott Üzbegisztánba, ahol május 1-e és 14-e között rendezik meg a 22. amatőr világbajnokságot. Bár Taskentben nem lehet olimpiai kvalifikációs pontokat szerezni, a nyíregyházi boxoló szeretne a lehető legtovább jutni súlycsoportjában.